Ahogyan a felvezetőben hallhatták, most a szeptemberi képviselőtestületi ülésről fogunk beszélgetni. Már itt ül velem szemben a stúdióban Farkas Ferenc polgármester. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a meghívást. Egy picit el vagyunk ugyan csúszva, hiszen hamarosan, ugye 20-án jön a következő képviselőtestületi ülés, de azért volt néhány olyan fajsúlyos téma, amiről érdemes beszélnünk. Ilyen volt például a 2016 évi költségvetés első fél éve. Na, hogyan zárták? Tulajdonképpen a költségvetésünk az igazodóan többletbevétellel és kiadásaink alacsonyabb mértékével pozitívan zárhattuk ezt az első fél évet. Azonban majd valós képet természetesen az év végén és a következő év elején a költségvetési értékelésekor, zárszámoláskor tudunk kapni, de elmondhatjuk, hogy azonos bevétel és kiadási főösszeggel elkészített előirányzatunk 1 milliárd 142 millió forint körüli értéken zártunk, és bevételeink magasabb százalékban teljesültek, mint kiadásaink. Tehát akkor elmondhatjuk, mert többször is beszéltünk már róla, hogy a költségvetés azért az elmúlt években jóval zártabb volt, de ezzel együtt stabilabb is. Igen, hát a kötelező feladatainkat elláttuk, önként vállalt feladatainkat pedig mértéktartóan, de teljesíteni tudtuk. Látjuk a közösségi médián, jászapáti oldalakon, illetve nyilván a jászapátiak, amerre járnak, észreveszik, hogy elindult a kátyózások folyamata, hol, merre, mennyi pénzből, mi az, ami már elkészült. Vannak még hiányosságok, valóban második ütemben a nyári szünet végén folytatódtak a kátyúzások. Sajnos az időjárás azért nem volt mindig kedvező a kátyúzások befejezéséhez, azonban javasoltam a nyertes városüzemeltető Kft.-nek és az alvállalkozóinak, hogy amíg nem sikerül a kátyúzást befejezni, addig takarítsák el az ott felejtett és ott hagyott aszfalt maradványokat, hiszen arra akár szemerkélő esőben is sor kerülhet, nem úgy az aszfaltozásra, hiszen az a legnagyobb ellensége a kátyúzásnak a vizes felület. Van egy terv is, hogy hogyan folytatják, tehát milyen ütemben folytatódik majd közeljövőben a kátyúzás? Igen, a már kivágott kátyú felületek befejezése az elsődleges, hiszen ugye nagyobb gondot okozhat a kivágott kátyú a méretéből adódóan is, mint egy kisebb korábbi kátyúzás előtti felület. És a testületi ülésen felsoroltuk azt, hogy mely utcák következnek még kátyúzásra, hiszen mindjárt itt van október vége, és utána már nem célszerű kátyúzást folytatni. Legjelentősebb azonban a BMS pályázaton nyertünk 15 millió forint összeget, amelyből kettő utcát, egy utcát teljesen, a Belmapó utcát teljes egészében le tudjuk aszfaltozni, amire már nagyon ráfér, hiszen ott kátyú hátán volt, és a Nyárfás utcának a Jászkíséri úttól a szelektív gyűjtőig terjedő szakaszát 5 méter szélességben javítani fogjuk, új aszfalt réteget készítenek rá, és mellette a patkai rendezés is megtörténik. Még ezen az ülésen beszéltek a jászabáti vízi közművek gördülő fejlesztéséről. Ez pontosan mit jelent? Abban a rendszerben, amelyet a bérleti üzemeltetési szerződésre átadott Jászapáti városa a TRV ZRT-nek, ebben a üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokat kell ellátnia a tulajdonosnak és az üzemeltetőnek is. Jelen esetben a tulajdonosra, tehát Jászapáti város önkormányzatának tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozott ez a fejlesztési terv. Meghatároztuk előre, hogy mely víziközmű elemeknek a cseréjével, felújításával kell foglalkozni, és ezt milyen ütemben. És ezt a gördülőfejlesztési tervet ezt meg kell küldeni minden esetben az energetikai és közmű szabályozási hivatalnak. Amikor felmerül testületi ülésen bármikor hulladék szállítással kapcsolatos kérdés, általában ön meg szoktam kérdezni, hiszen korábbi szakemberként talán világosan el tudja mondani, most például miről döntöttek egyébként, talán úgy láttam, hogy csak egy apró kérdés volt ebben a témában. A hulladékszállítás kapcsán és a városüzemeltető Kft.-nkkel összefüggésben merültek fel a hulladékszállítással kapcsolatos kérdések.
Az első negyed évben tudta az elvégzett szolgáltatás ellenértékét kiszámlázni és begyűjteni a Városüzemeltető Nonprofit Kft. A második negyed évtől a NHKV ZRT készíti el a számlákat és bocsátja ki a lakosok és a közületek, pontosabban az ipari vállalkozások irányába is. Ő gyűjti be, és egy meghatározott képlet alapján fogja visszaosztani a hulladékszállítás közszolgáltatói között. Így ennek a közszolgáltatásnak az eredménye még tevékenységi mérlegben sem jelenhetett meg a Városüzemeltető Kft-nél a második negyed évbe, vagy második negyed évre vonatkozóan, hiszen még számla kibocsátása sem kerülhetett sor. Azonban, ha figyelembe vesszük az előző évek tapasztalatát is, az első negyed év kiszámlázott tételeit, akkor nagyon sokat javít a Városüzemeltető fél éves zárásán. Közeledik, ugye nem is olyan sokára lesz Mindenszentek Halottak napja, és ezzel kapcsolatban a temető karbantartás miatt egy panasz érkezett, de igazából ez egy észrevétel, amit viszonylag gyorsan lehet is orvosolni, ha jól értettem. Igen, tulajdonképpen három segítőkéz is közreműködik ebben a temető takarításban, gondozásban, hiszen a Jászpáti Városüzemeltető Kft. Az, aki végzi folyamatosan, szükség esetén nagyobb erővel is kiegészítve a temetőnek a fenntartását, üzemeltetését. Ehhez szokott segítséget nyújtani a városi önkormányzatunk a közfoglalkoztatási program keretén belül, amikor is egy általános rend mellett azért kampányszerűen nagyobb rendet, tisztaságot kell elérnünk a temető területén, és a Minden Szentek előtti időszakban ki fogunk vezényelni hamarosan nagyobb létszámot, hogy egy viszonylag rövid idő alatt közösen rendbe tudják tenni a temetőt. Ezen a testületi ülésen felmerült egyébként nagyjából szétszorva, de most össze tudjuk szedni egy csokorba egyéb felújítási tervek. Gondolok itt például ugye a Művészetek Házára, a Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központra. Beszéljünk ezekről, milyen tervek vannak a talomban? A Művészetek Házának a padlója az jelen állapotában nem igazán alkalmas arra, hogy táncpróbákat és táncelőadásokat tartsanak benne. Ezért eldöntötte képviselőtestületünk még a költségvetés elfogadásakor, hogy kijavítatja az ottani hibákat, és egy táncpadlóval le fogjuk borítani. Ennek a beszerzése most folyamatban van. A másik dolog a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak a külső akadálymentesítése. Itt egy külső, akár egy mozgáskorlátozott kocsi emelését is szolgáló és biztosító kis lifttel fogjuk kiegészíteni a külső bejáratnál az akadálymentesítés részeként. Ehhez 2 millió forint állami támogatást kaptunk, és 1,6 millió forintot pedig önkormányzatunk tesz hozzá, és már a belső akadálymentesítés mellé elkészül most ősszel a külső akadálymentesítés is. Mi játszótér rongálás, ha volt, milyen mértékű volt, illetve kell-e felújítani bármit? Nem jelentős a rongálás. Itt inkább nem a megfelelő korosztály az, aki ugye használja a játszótérnek a játékait. Abban az esetben természetesen, hogyha a kisgyerekek szülőkkel érkeznek, akkor minden rendben van, hiszen a kisgyerekek a szülők felügyelete mellett rendeltetésszerűen tudják használni a játszótér játékait. Kameráink felvétel alapján nem történt jelentős rongálás. Rongálásnak tekinthető az is, ha nem megfelelő súlyú emberke foglal helyet a hintában. Ha én, ahogy visszaemlékszem az elmúlt évekre, akár több ciklusra is, mindig neuralgikus pont volt a strand kérdése. Egyrészt azért, mert ugye főfejlesztési opcióként turisztikai szempontból mindig ott volt valahol a pole pozícióban Jászapátit tekintve egyrészt. Másrészt pedig hát több tekintetben is politikai hadszíntér volt a strand. Aztán volt egy időszak, amikor ez talán úgy tűnt, hogy mégsem így lesz. A legutolsó testületi ülésen viszont ismét ez hozta a legnagyobb vitát, akár a politikai oldalak között is. Ugye ez alapvetően azért történt, hiszen
gondolom én történt egy nyári zárás, és annak van egy mérlege. Mit mutat ez a mérleg, és miben nem értett egyet a képviselőtestület? Természetesen korábban címzett támogatásokkal nagyon sok fürdő és strandfejlesztés történt Magyarországon. Volt rá lehetőség egy ideig, hogy a Jászapáti gyógyfürdő is fejlesztésre kerüljön, azonban más érdekek vagy más érdekkörök miatt ez a fejlesztés egy másik területre került, tehát a címzett támogatás nem érkezett meg annak idején Jászapátira. Ettől a pillanattól kezdve csak kisebb pályázati forrásokkal lehetett fejleszteni a strandon, vagy önerőből. Megvalósult azért a medence, a nagy medence vízforgató berendezése, telente fedett medencéket használhatnak oda látogatni vágyók. OEP-es kezelések is találhatók a strandon. Most egy felnőtteknek szóló játszóteret épített ki a Jászapáti város üzemeltető a strandon, egyfajta kondipályát. Megépítettek, kialakítottak egy masszás helyiséget, tehát folyamatosan a kis fejlesztésekre azért sikerül előre haladni. Hogy miért is ugye válik ez mindig politikai csatározások színterévé? A régi múltban vájkálásnak a eredményeként, amikor az ellenérdekelt felek nem igazán tudtak nyugvó pontra kerülni a strand ügyében. Az, hogy miért veszteséges jelenleg a strand, arra is van egy észszerű válasz ebben a fél éves beszámolóban, hiszen június végén húzta meg a városüzemeltető Kft. A fél éves beszámolójának a időpontját, és ezt követően azért még júliusban, augusztusban jelentős jó időben volt szerencsére részünk, és majd az évvégi, vagy épp a 3/4 éves értékelésnél kaphatunk valós képet a strand eredményeiről. Úgy látom, hogy gyógyvízünkre még továbbra is szükség van, járnak felvidékről, az ország számos pontjáról, és nagyon sokan most már helybeliek is, ami nagyon jó eredménynek mondható, már a helybeliek is dicsérik, hogy igazán jó tapasztalataik vannak a gyógyulásuk folyamatában. Polgármester, köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy befáradt hozzánk. Hamarosan folytatjuk, mert olyan beszéltünk róla október 20-án, újra a soros képviselőtestületi ülés, aktuális friss témákkal, és akkor is várjuk majd ide a stúdióba.